Palkovics László az egyeztetés után elmondta, a megyékre és a megyei jogú városokra lebontott gazdaságfejlesztési elképzelést várhatóan januárban fogja elfogadni a kormány, a konkrét projektek pedig az új uniós költségvetési ciklus részeként jelennének meg. Létrejött egy 6 megyéből álló az északkelet magyarországi fejlesztési zóna, aminek ma egy olyan értelemben mérföldkövéhez értünk, hogy az elmúlt egy évben elvégeztük azt a feladatot, ami a tervezésnek a feladatát jelenti. Elkészültek azok a stratégiák, részben magának a zónának a stratégiája, részben pedig ezt lebontottuk a megyékre, illetve megyei jogú városokra. Ma az elmúlt egy órában ennek a hosszú és intenzív munkának az eredményeit tekintettük át. Az indoka annak, hogy ezt most itt karácsony előtt tesszük, az az, hogy jövőre elindul az új európai uniós tervezési ciklus, ahol ezeket a projekteket, amit meghatároztunk, ezeket a projekteket egy-egyben meg is jelenítenénk. Ezt tekintettük át, hogy alapvetően gazdaságfejlesztési zónáról beszéltünk, tehát ennek nagyon sok eleme van. Vannak infrastruktúrális elemei, közlekedési, energetikai, egyéb infrastruktúrális elemei, vannak vállalkozásfejlesztési elemei, hogyan akarjuk az országnak ezt a részét a jövőben látni, és mit kell tennünk ennek érdekében. Vannak az oktatással, képzéssel, szakképzéssel, egyetemmel kapcsolatos elemei. Úgyhogy ezt tekintettük át. Itt közösen úgy döntöttünk, hogy az a stratégia, amit Nyíregyháza kidolgozott, amit a megye kidolgozott, ez a stratégia így rendben van, és be fog kerülni egy olyan anyagba, amit januárban a kormány el fog fogadni, ami egyébként az észak-kelet-magyarországi fejlesztési zónának a gazdaságfejlesztési stratégiáját jelent. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, nagyon örülnek, hogy a gazdaságfejlesztés centruma a régióban jöhet létre, és a fejlesztési források így szolgálhatják a megye további fejlődését. Fontosak azok a fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések, amelyek elindultak, folytatódnak a megyében, és a jövőben belátható közelségben megvalósulnak. Ezekben egyetértettünk, viszont a legnagyobb kihívás, én azt gondolom, hogy a humán infrastruktúra fejlesztése, azoknak a kihívásokra való válaszadás megyei szinten, amelyet a gazdaságfejlesztés az emberek elé állít, az emberi erőforrás, a humán erőforrás elé állít. Abban is egyetértettünk, hogy ebben nagy szerepe van a Nyíregyházi Egyetemnek, az ott folyó fejlesztéseknek, szakképzés megújításának, és ebben biztosítottuk miniszterelnök úrnak a támogatásunkról, a partnerségünkről, és biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban még inkább összehangolva az uniós operatív programokat, illetve a hazai fejlesztési forrásokat kihasználva ebben rejlő szinergiákat magasabb szintet tudjuk emelni azt a gazdaságfejlesztési fókuszt, amely mindannyiunk közös érdeke. Nyíregyháza polgármesterének szavai szerint a mostani döntések az elkövetkezendő 10 évre vagy akár többre is meghatározhatják a térség életét. Hozzátette, a jövőben szeretnék az évtizedek óta tartó elvándorlási hullámot gyengíteni. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok fiatal elmegy különböző egyetemekbe, szakképző helyekre, és bár úgy indul el, hogy szeretne visszajönni, de különböző okok miatt erre nem kerül sor. Ennek több eleme van, kettőt emelnék ki, a színvonalas munkahelyteremtő befektetések idevonzása, és ehhez kapcsolódik talán előfeltétel is a szakképzés és az egyetem, kiemelném a felsőfokú képzés erősítését, és mindezeknek a tényezőknek az együttműködését. Nagyon örülök, hogy az elmúlt hónapokban a megyével, a megye egyéni országgyűlési képviselőivel folyamatosan tudtunk eredményes munkát végezni. Igazából ez ennek eredménye az a stratégia, amit most kvázi lezártunk, és amit miniszter úr majd a kormány elé visz. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna létrehozásának célja Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék országhatárokon átnyúló hatású átfogó fejlesztése.